Sajnos azt láthatjuk, hogy politikailag diszkriminál ez a kormányzat, tehát odaadja ezeket a forrásokat, uniós vagy állami forrásokat, ahol az ő politikai érdeke diktálja, és nem oda, ahol valós szükség lenne rá. Persze mindenhol szükség van ezekre a támogatásokra, de megkülönböztetett figyelmet kapnak a fideszes városok, fideszes tisztségviselők. Itt nem lehet, az unió önmaga is tiltja a diszkriminációt, tehát itt szakmai alapon kellene döntést hozni. Ez is egy nagy probléma, de a nagy probléma, hogy ezeknek a pénzeknek egy jelentős része nem is eszközökben, nem épületekben, nem beruházásokban jelenik meg, hanem a barátoknak a magánpénztárcájába, a zsebébe.